évek óta már nem probléma ilyen nagy beruházásokat is úgy megvalósítani, hogy a 70% tavos támogatást a cégek finanszírozzák. Ugye ez egy 450 milliós beruházás, tehát 145 millió az önerő. Ezt ugyan beraktuk a tavalyi költségvetésünkbe, de már akkor elindítottuk a folyamatot, a lobbit, hogy ezt kapjuk meg a kormánytól. Ezt megkapjuk. Itt dr. Szabó Tűd államtitkár asszonyt is meg kell említenem, aki ugye egy nyíregyházi származású, nyíregyházi sportállamtitkár. Most ugye én kértem Ápit, hogy mondjuk egy időpontot megelőzve a teljesen jogos kérdéseket. Egy ilyen beruházásnál mindig rengeteg probléma van, de ugye senkit nem szokott érdekelni. De a megvalósítás miatt pedig fontos tudni, mert akkor tudatlanul nem tudjuk, hogy mit történik. Ugye? Ez abszolút így van. Nagyon komoly munka folyik, a túltrapó is megérkezik a hétvégén, és gyakorlatilag azt az ambiciózus célt tűztünk ki, hogy február 10-én megnyissuk. Egy mondatot szabad hozzá. Azt el kell mondanom, hogy mennyire nagy dolog ez a február 10-i megnyitás. Egy időben 5 hasonló jégpályáról született meg a döntés a Jégkorong Szövetségnél, és az 5 jégpályából ez az a jégpálya, ami most átadásra kerül. Zárjas megjegyzés, a másik 4, én ha jól tudom, még meg se kezdődött, de legalábbis egy hónappal ezelőtt még ez volt a helyzet. A másik dolog pedig, hogy itt egy 5 hónapos megvalósítási idő van úgy, hogy ennek jelentős része tél. Úgyhogy itt a Szabolcsi Sport Egyesület mellett nyilván nagyon sokan az eljárásban a polgármesteri hivatal munkatársai rengeteget segítettek, a katasztrófa védelem, úgyhogy nagyon sokan tettek nagyon sokat, hogy ez most itt megvalósuljon. A Jégkorong Szövetségnek a munkatársai igazából kitettek, hallották azt, hogy mi ez bizony ebben a szezonban most meg fogjuk nyitni.